Sziasztok, én Tóth Gábor vagyok, ez pedig a Gondolatok című vlog. Tulajdonképpen a Gondolatok című vlogomnak a videó kiadása. Arra jutottam, hogy fontos beszélnünk egy-két olyan dologról, amik ma főként a kereszténységben tendenciák, elvek, kialakult nézetek. Én hiszek abban, hogy elég sok mindent meg kéne reformálni. Elég sok mindent újra kéne gondolni, amit eddig alapértelmezettnek tekintettünk. Akik valamennyire ismernek, azok tudják, hogy a blogomban, amit eddig leírtam, ott is eléggé feszegetek határokat, feszegetek gondolatokat, mert szükséges, hogy változtassunk. Én azt gondolom, mert az eddig fennálló gondolatok, elvek nem ütik meg, még sokszor emberi mércével sem. Azt a magasságot, azt a szintet, amit meg kéne, hogy üssünk. Szeretném, hogyha ez a vlog mentes lenne a keresztény szakzsargonoktól, ájtatosságoktól és más hasonló devianciáktól. Azt gondolom, hogy kell egyenesen és világosan beszélni. Beszélni kell, hogy érthető legyen hívők és nem hívők számára is. Én elsősorban bibliai témájú gondolatokat szeretnék megosztani, de előfordulhatnak olyan témák is, amelyek nem annyira bibliaiak. Az is igaz, hogy én sokkal jobban szeretek írni, mint videót készíteni. Ennek ellenére megpróbálkozom ezzel, és ezt azért tartottam fontosnak, illetve tartom fontosnak, mert azt vettem észre, hogy ma már az emberek nem szeretnek annyira olvasni, vagy éppen nincs idejük, energiájuk, hogy elmélyedjenek egy írásban. Amit értelmezni kell, könnyen félreérthető, sokkal egyszerűbb számukra, hogyha megnézik a videót, és akkor a gesztusokból, az elhangzottabból sokkal könnyebb levonni a konzekvenciákat. Itt van mindjárt az első legfontosabb téma, a Biblia. Én azt gondolom, hogy nem egészen értettük meg, hogy milyen funkciót lát el az írás az életünkben. Maga az Új Szövetség is figyelmeztet arra, hogy a törvénynek a betartása az tulajdonképpen hiába való, abban az értelemben, hogy szül egy erkölcsös magatartást, de Istennel való kapcsolatra önmagában nem tud eljuttatni, az örök életet gyakorlatilag nem tudja számunkra megszerezni. És mégis megpróbálunk az Új Szövetséggel is törvényként bánni. Ha jól emlékszem, Pál apostol volt az, aki megfogalmazta, hogy mi a Bibliának az igazi célja. Azt írta, hogy ezek a tanulságainkra irattak meg, és még hozzá is teszi, hogy az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Az írásokat soha nem kezelhetjük törvényként, megtartandó parancsokként, hanem vigasztalást vehetünk belőlük. Azt gondolom, hogy nekünk elsősorban nem a Bibliának kell engedelmeskedni, hanem Istennek. Hiszen az Új Szövetségben pont ezt hozta el Jézus, hogy megszabadított minket a bűneinktől, utána pedig elküldte Istennek a szellemét, hogy egy élő kapcsolatunk legyen Istennel. És ebből az élő kapcsolatból kell táplálkoznunk. Én azt látom, hogy az ember és az írás viszony állandóan változik. Amikor az ember elkezd olvasni a Bibliát, akkor az első években felismeri, hogy Isten mennyi mindent tett az emberért. Aztán utána folytatja a Biblia olvasást, és az elkövetkező években látja, hogy hú, mennyi mindent nem vett észre először. Aztán évek múlva elkezd észrevenni azokat a látszólagos ellentmondásokat, amelyek vannak a Bibliában is. Ilyenkor az ember választás elé kerül. Két dolgot tehet. Vagy elkezdi elfogadni, hogy le van írva, az úgy van. Vagy pedig elkezd gondolkodni, hogy miért vannak ezek az ellentmondások. Mi okozhatja ezeket az ellentmondásokat? Valószínűleg, ha elfogadjuk, hogy a Biblia Isten ihlette írás, akkor nyilván van ennek valami magyarázat, és elkezd az ember kutatni. Viszont ha nem, akkor egyszerűen csak elfogadja, hogy ez meg van írva, és kész, ez így van, ennek így kell lennie. Csak hogy amikor ezt a döntést meghozza az ember,
akkor egy idő után nem lesz más a hite, mint az írás betűjének a szó szerinti betartása. Gyakorlatilag egy törvénykönyvet csinál az írásból, és nem lesz más a hite, mint hogy ami le van írva, azt elfogadja, és kész. És ebben kiismerül a gyakorlatilag a keresztény élete, mivel hogy nem mer elvonatkoztatni semmilyen formában az írástól. Újra és újra emlékeztetni kell magunkat, hogy nem tudunk megfelelni Istennek, semmilyen törvénynek a betartásával. Egyetlen dologgal tudunk megfelelni Istennek, hogyha újjászületünk Krisztusban. Erről nagyon sokat lehet hallani, ebbe igazából nem mennék bele, nem hiszem, hogy ez szakzsargon. A lényeg az, hogy ez az egyetlen módja, viszont ha újjászülettünk, akkor viszont tökéletesen megfelelünk Istennek, és semmilyen törvény nem kell ahhoz betartani, hogy még jobban megfeleljünk. Én azt gondolom, hogy az írás egy kicsit hasonlít egy használati útmutatóra. Amikor veszek egy eszközt, veszek egy gépet, akkor elolvashatom a használati utasítást, ami tartalmazza hozzávetőlegesen, hogy milyen célt szolgál az eszköz, mire lehet használni és hogyan kell használni. De ezek általában nagyon rövid információkat, kevés információkat tartalmaznak. Amikor elkezdjük használni az eszközt, azt a gépet, akkor rájövünk, hogy sokkal több mindent meg lehet csinálni, sokkal több mindent tudunk alkalmazni, sokkal több mindenre tudjuk használni, mint amire az le van írva. Ilyen a Biblia is, hogy egy ilyen használatutasítás, ami nagyjából leírja, hogy az ember hogy nyerhet üdvösséget. De nem azt tartalmazza, hogy pontosan lépésről lépésre mit kell cselekedni, hanem egy hozzávetőleges kereteket ad ennek a megvalósulásához. Mégis fölmerülhet az a kérdés, hogy miért van az, hogy mi keresztények ellenállhatatlan vágyat érzünk arra, hogy amikor elolvassuk a Bibliát, akkor azt igyekezzük mindig megcselekedni, mindig azt megtenni, amit ott látunk leírva. Ennek azt gondolom, hogy nagyon fontos momentuma Jézusnak a viselkedése, amit nagyon-nagyon könnyen félreérthetünk és félre is értünk. Ha emlékeztek, a Máté evangélium 4. részében van leírva Jézusnak a megkísértése, amikor pusztában volt, oda ment hozzá a sátán, és 3 kérdéssel, illetve kijelentéssel tulajdonképpen megkérdőjelezte az Isten fiúságát. Nem mennék bele a részletekbe, Jézusnak volt 3 válasza, mind a 3 úgy kezdődött, hogy távozz tőlem, sátán, meg van írva. És ez a meg van írva, ez egy nagyon könnyen félreérthető mondat. Azt gondoljuk, hogy ami meg van írva, azt meg kell csinálni. Én azt merem gondolni, hogy Jézus helyzetében a meg van írvának egy nagyon érdekes jelentése van. Amikor Jézus azt mondta, hogy meg van írva, akkor tulajdonképpen ő arra utalt, hogy Isten lefektette az emberek megváltásának a történetét, alapjait, lépéseit. És azt mondta Jézus, amikor meg van írva, hogy ő ehhez ragaszkodik. És senkinek a kedvéért nem fog másképp cselekedni. Nem fog senkinek a kedvéért bizonygatni, hogy ő Isten fia, vagy nem Isten fia. Nem fog csak azért csodát csinálni, hogy bebizonyítsa, hogy ő Isten fia, vagy nem Isten fia. Tehát a meg van írva kijelentés arra vonatkozik, hogy ragaszkodik az Istentől leírt forgatókönyvhöz, hogy meg tudja menteni az embereket, meg tudjon menteni bennünket. A másik nagyon érdekessége a dolognak, ugye, hogy ott a sátán is idéz egy bibliai verset. És ez pontosan figyelmeztető jel lehetne mindannyiunk számára, hogy az igét nem értelmezhetjük akárhogy, mert nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. És az igéből kiragadunk egy mondatot, és azt meg akarjuk csinálni, mert az meg van írva, az annyira nem bibliai és nem jó, mint ahogy a sátán is a Bibliát idézte. Mert nagyon könnyen lehet rosszul idézni. Én azt gondolom, hogy amikor egy bibliai verset előveszünk vizsgálatra, azt sohasem tehetjük így önállóan azt az egy verset vizsgálva, hanem mindig azt az egy verset az egész Bibliának a szellemében kell nézni. Ha az egész Bibliának a szellemiségének ellene mond az a mondat, amit ott olvasunk, akkor valószínűleg, hogy rosszul értelmezzük azt a mondatot. Még érdemes arról is szót ejtenünk, hogy nagyon sok olyan kijelentés van a Bibliában, amely könnyen értelmezhető törvények, rendelkezésnek, amiket meg kell tartani. Főleg, amit Pál apostol írta a gyülekezeteknek,
Ott is nagyon sok ilyen rendelkezésekkel találkozhatunk, de fontos ezekről, fontos ezeket a helyükön látni. Ugyanis Pál apostolnak a rendelkezései, én azt gondolom, nem azért lettek leírva, hogy azokat megtartsuk, hanem azért, hogy bemutassa, hogy Pál apostol hogyan vette el Istentől a kijelentést, és hogyan alkalmazta abban az időben. Jézus, ahogy Jézus halála és feltámadása által újjászülethettünk, ez tulajdonképpen egy szabadságot hozott el számunkra. Ez minden keresztény előtt nyilvánvaló. És mégis különböző rendelkezésekkel próbáljuk keretek közé szorítani magunkat, és beszélünk arról, hogy ezek nem határok, hanem ezek védőkorlátok, amelyek vigyáznak ránk, de ez sem a teljes igazság, azt gondolom. Én úgy látom, hogy Pál apostol is a maga korára jellemző módon értelmezte, és tette kézzelfoghatóvá a rendelkezéseit. Nagyon sok helyen látjuk, hogy ugye, amit az előbb is mondtam, hogy szabadságra hívott el minket Isten, és Pál apostol sokszor felszólít, hogy ne éljünk mindig ezzel a szabadságunkkal, mert a szabadság nem jelent feltétlenül jó dolgot. Például van a Pál apostolnak egy híres mondata, így szól: annak okáért, ha eledel megbotránkoztatja az én atyám fiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Én azt gondolom, hogy ez egy elv, amit Pál apostol próbált megtanítani az ő parancsolatain, rendelkezésein keresztül. Próbálta bemutatni, hogy amikor a szabadságunk nem okoz másoknak problémát, akkor éljünk vele. De amikor problémát okoz, akkor inkább ne éljünk a szabadságunkkal. Pál apostol nyíltan megmondja, hogy ő bármilyen húst ehet, mert szabadsága van rá. De ha úgy látja, hogy ez a hús, és ha megbotránkozik a vele barátja, vagy a testvére, akkor azt mondja, hogy inkább nem eszi meg, hogy ne botránkozzon meg. Én azt gondolom, hogy ez az elv, ami érvényesíthető. De ezt sem várhatjuk el egymástól. Ezt maximum magunktól várhatjuk el. Nagyon fontos megértenünk, hogy az írás az erre való, hogy vigasztaljon, hogy rámutasson, milyen lehetőségeink vannak, de közel sem tartalmazza mindazt, amire nekünk szükségünk van. Kell az Istennel való kapcsolat, és az Istennel való kapcsolat tölti meg élettel teljesen a kereszténységet. Ettől lesz élettel teli, ettől lesz erővel teli, és ettől lehet csodákkal teli az életünk. Hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Én azt gondolom, hogy nagyon felületesen beszéltünk erről a témáról. Ezek a gondolatok, amiket elmondtam, ezek csak ilyen gondolatindító gondolatok. Tehát ezeken gondolkozni kell. Ezeket bele kell engedni a szívbe, hogy megüljenek benne, és megértsük, hogy mit is akart Isten egyáltalán a Bibliával, hogy helyesen tudjuk alkalmazni az életünkben. De azt is el kell mondanom, hogy nem tudok mindent, amit én látok, amit én megértettem. Az is az egésznek egy kicsi része. Sok minden lehet, amit én nem látok. Még az is lehet, hogy nem jól látom. És én erre nyitott akarok lenni. Ha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése van, vagy hozzászólni szeretne, vagy szeretne kijavítani, én szívesen látom ezeket a kérdéseket, mert örömmel tanulok bármikor bárkitől. És én is szeretnék jól látni. Ezért is osztottam meg ezt, és ezért is örülök, hogyha valaki hozzászól ezekhez. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszlát legközelebb!